A munka és a magánélet stabil egyensúlyának biztosítása jobban motiválja a romániai munkavállalókat, mint a fizetés és a munkahely biztonsága, derült ki egy humán erőforrás vállalat tanulmányából. A Work Monitor Románia felmérése szerint a romániai alkalmazottak számára a 7 legfontosabb tényező a jelenlegi vagy a jövendőbeli munkájuk kapcsán a munka és a magánélet egyensúlya, a fizetés, a munkahely biztonsága, a mentális egészség támogatása, az éves szabadságnapok, az egészségbiztosítás, illetve az egészségügyi juttatások és a munkaidő rugalmassága. Dobre Nóra, humán erőforrás szakértő szerint is egyre fontosabb az embereknek, hogy a magánélet és a munkahely között egyensúlyt tudjanak teremteni. Igazából úgy gondolom, hogy soha nem tudjuk az első-második helyről kivenni a bért és bérezést. De viszont pandémia után az az egyensúly, amit keresünk a magán és a munkahely élet között nagyon felerősödött, és én úgy gondolom, hogy ezt óhatatlanul is mind keressük, minden munkavállaló keresi. Itt azért hozzátenném, hogy azt azért kell tudjuk, hogy vannak olyan szakterületek, ahol ezt lehetetlen megvalósítani. Példaként említette a gyártási iparágat, ott ugyanis nem lehet távmunkát alkalmazni. Ez pedig egyre fontosabb kritériummá válik a munkaválasztáskor. A tanulmány szerint a munkavállalók több mint kétharmada hozott már olyan életvezetési döntéseket, amelyek azon a feltételezésen alapulnak, hogy az otthonról történő munkavégzés lesz a norma. Ugyanakkor 38% fontolóra venni a felmondást, ha a munkáltatója arra kérné, hogy több időt töltsön az irodában. 40% szerint az otthonról történő munkavégzés nem képezheti vitatárgyát. Dobre Nóra szerint ez egy természetes rugalmasítási folyamat, amelyet a koronavírus járvány felgyorsított. Az otthoni munkavégzés működőképes, de szerinte nem szabad elfelejteni, hogy az irodai munkavégzés sok szempontból előnyösebb. Például könnyebben tudunk problémákat elhárítani, megoldásokat találni közösségben.